Nem adott elsőbséget egy autós a zebrán átkelő gyalogosnak, akit vakvezető kutya kísért. A kutya feje a sárvédőn koppant, de az autós az eset után megállás nélkül elhajtott. Pekhére mindent rögzített egy kamera. A szabadidő felhőtlen percei a vakvezető kutya kiképző központban. Munka közben, pláne vizsga alatt, mintha kicserélnék ezeket a kutyákat. Fegyelmezetten végzik a dolgukat. Mint például itt. Nem a kutyán és a gazdáján múlt, hogy meg kellett ismételniük a közlekedés biztonsági vizsgát. Egy eléjük vágó autós gázolta el majdnem mindkettőjüket a Róbert Károly körúton. A kutyának a fejét azt elkapta a hátsó sárvédővel, és egy hatalmasat koppant, mindjárt nagyon megijedtünk, főleg én a kutya miatt, mert magamon éreztem azért, hogy velem nem lesz gond, de a kutya miatt megijedtem. A kocsi azt továbbhajtott. A videót a Vakok és Gyengénlátók Szövetsége osztotta meg egy közösségi oldalon. Felvétel azért készült a balesetről, mert éppen vizsgázott kutya és gazdája. Az jól látszik, hogy mielőtt az úttestre lépnének, Vasas Viktor jutalomfalatot ad a kutyának, mert az megállással jelezte, hogy átkelőhöz értek. Utána a látássérült fiatalember körbefigyel. Ekkor vágott eléjük az autós. A sofőr segítségnyújtás nélkül hajtott tovább. Az volt a fő probléma, hogy megsihált, nem az, mert benézhette a dolgot. Nyilván mindenki hibázott emberből vagyunk, sietett valahova. A legnagyobb probléma, hogy biztos, hogy észrevette, hogy történt valami, legalábbis utána legalább oda kellett volna nézni, és megsihált, de ez a fő probléma. Bár a kutya feje nagyot koppant az autó oldalán, nem lett semmi baja, mentálisan sem sérült. A szövetség feljelentést tett a rendőrségen a rendszám alapján. Dorkónak és Vasas Viktornak újra kellett vizsgáznia, másodszorra már nem jött közbe semmi, eredményesen teljesítettek. A magyar autósokról lesújtó véleménye van a vakvezető kutya kiképző vezetőjének. Már a kiképzés alatt is tapasztaljuk, hogy figyelmetlenek az autósok, figyelmetlenek arra vonatkozóan, hogy megadják az elsőbséget a vakvezető kutyával közlekedőknek, legyen az akár már gazda, vagy pedig egy kiképző. A rendőrség szabálysértési eljárás keretében vizsgálja az esetet. Az autó sofőrjéről, esetleges őrizetbevételéről semmilyen információval nem szolgált a budapesti rendőrfőkapitányság.